még nagyon kora reggel is, hogy van. A konyhában ne legyen kávészag, ezért kijövöttem, és itt régi, hagyományos módon rezsón főzöm le a kávét, vagyis főztem le a kávét. A kávét már nem a műhelybe fogom meginni, hanem itt kint az udvaron, ami még kora reggel van, és ilyenkor szoktam hallgatni a rádiót. Hát most úgy gondoltam, hogy ide jövök, és itt kint fogyasztom el a kávét, és hallgatom a rádiót. A madarak éneke úgynevezett strófákból áll. Kedves barátom, Laci barátom, meghallgatva jó tanácsodat, eljöttem már kora reggel, hogy a madarakat elijesszem a szőlőtől. Itt fogok örködni és vigyázni, nehogy a szőlőre lepüljenek a magyar madarak. Nagyobb területen megnövekszik ma a felhőzet, délelőtt inkább csak a Dunántúlon várható szorványos eső, zápor, zivatar, majd délutántól egyre inkább az Alföldön alakul ki egyre nagyobb eséllyel csapadék. Napközben a nyugaton 17 és 24, másút 21 és 31 fok várható, késő estére 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Azt pedig, hogy most milyen idő van az országban, Péki Zsuzsa mondja el. Augusztus 10-e, szerda van, és sok helyen szeles a hajnal. Budapest élénk a szél, 18 fok. A külvárosban közepesen felhős a hajnal, gyenge a szél, 18 fok van. Győrben élénken fúj a szél, 17 fok. Moson-Magyaróvár élénk szél, 16 fok. Sopron szintén élénk, észak-nyugati szél, 14 fok. Szombathely erősen felhős, élénk az északi szél. Szép jó reggelt kívánok, aki éppen most látja ezen felvételt. Reggeli csend. Ide szoktam leülni a padra, és nézni, hogy jönnek, mennek az emberek a munkába.